A színpadi programok mellett a hagyományos ételeinkhez és italainkhoz kapcsolódó események is keresett programok a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napokon. Idén is számtalan gasztronómiai élményben lehet része azoknak, akik kilátogatnak a háromnapos rendezvényre. Szeptember 3-án szombaton a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Astra pacska készítés fortéjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Pozsonyi utcában. Hagyományt szeretnénk teremteni, mégpedig azért, mert a strapacska készítés az nagyon sok embert úgy gondolom, hogy érdekel és kíváncsi is. Van, aki tudja készíteni, van, aki pedig szeretné elkészíteni. Úgy gondoltuk, hogy csapatokat alkotunk, és maga a csapatban dolgozni az is egyfajta összetartozás. Szeptember 4-én vasárnap délelőtt 10 órakor ismét kinyit a Nyanyicska konyhája a főtéren, ahol számtalan finomságot kóstolhatnak a vendégek. A strapacskán kívül, ha Nyanyicska konyhája, akkor ugye nem csak a strapacska tartozik bele, hanem még a jófajta krumplis pogácsa is, amit szintén nagyon sokan szeretnek, mert hát ez egy nem annyira könnyű pogácsafajta, mert zsírban sül, de úgy szintén lehet rá aztán tovább folytatni a szórakozást, mert kellemesen hat, hogy az ivás előtt, hogyha elfogyasztunk egy pár krumplis pogácsát. Szeptember 4-én vasárnap a Német Nemzetiségi Önkormányzat sváb finomságokkal várja a vendégeket a hegyközség irodája mellett. A születőnapon általában grillezni szoktunk, ezt most is megtartjuk, és grill kolbászt fogunk sütni, lesz benne magyaros, és lesz benne bajor fűszerezésű grillkolbász is, illetve húsokat fogunk grillezni, salátákat fogunk készíteni, és hát, hogy egy kicsit legyen félig magyaros, félig sváb, egy sváb ételt is fogunk készíteni, az pedig a sváb savanyú káposzta hússal, füstölt kolbásszal és gőzgombóccal, amit nagyon szeretnek mind a magyarok, mind a németek, annál is inkább, mert a testvérvárosból lesz itt egy 10 fős delegáció, és őket is szeretnénk vendégül látni. Mint ahogy már megszoktuk, több kiskörösi étterem is kitelepül a főtérre a szüret és szlovák nemzetiségi napokon. A Bor utcában idén először zsíros kenyér is lesz borkorcsolyaként.